Bella István, válasz nélkül. Milyenek mond a földi itatósok, a föld bogár gyökérágyás milyen, és az erecskék, hol testet fölszívódott. Levegő vagy, kék gyöngy a semmiben, elszelidültél, és most azért nem haragszol. Csak fekszel némán a föld alatti vackon, ami megilletett 40 évre. Megmerevíted állad, fogat, körmöt növesztesz és szakállat. Véded, mi még tied? Apám, most újra, újra hozzád szólok. Rég nem vagy már is, rég vagy. Jól tudod. A szeretet bennem mindig szabódott, s ahogy meglelted, rögvest elfutott. De nekem szükségem van rád, mert nem tudok más, mint vállalni a dalban szerte foszlás, mi rám méretett. Tudva, míg más éltét szabadon éli. Nekem ez jutott, kínlódni, s megélni költészetemet. Nincs olyan ég, évmilliárdos vízfény, bolygó, tejút, s nincsen olyan csillag, ki olyan messze lenne innen, mint én. Az üres ég, üres bölcsője ringat. Magam vagyok, s magányt nemz magányom, tapogatom domboruló halálom, növök. Terhesedem, segíts hát gondjaimhoz eltalálnom, törcét a semmit, mielőtt kitalálom, megszülni nem lehet. Az erecskék, a földi itatósok, fölszívták tested, mint ez a papír, a szavakat, a tintát. Ahogy megfogamzódott, kicsapódott te szálkás, tiszta kín. Minek hazudjak? Hiszen te is tudod már. Mindegy lenne az is, ha nem is szólnál. Hiszen nem is veled beszélek én szüntelenül magamban. De magammal, hogy értsem, megválaszoljam azt is, mit nem lehet. De én nem tudok belenyugodni többé, hogy örök tiltás legyen életem. Hogy szám előtt kéz, s szívem fölött örökké mellkaspáncél és vasborda legyen. A boldogságot akarom kitakartan dobogni, hogy messze földre halljam, mint ver külön a szívem e bordátlan csupa szív világban. S a világ bennem, ahogy a helyébe zártam, verjen hűségesen. S ím a világ rám szól, kinyitja öklöm, megetet is megmosdatja szívem. Tiszta vízű, de varangyul a gyöngyön. Kitakart szívembe belevizel. Árulás, hitszegés, vadhitetéshez. Vagy csak a magány, mi közösségi lesz és szüli a magányt. Vagy az sem több még emberárulásnál. S mint mindenütt, kettőn áll a vásár, ember s ember gyanán. Hát segíts, szólj ki, csontomban bújkálsz, 24 éven át bújtattalak, te néptanító, te szív alatti munkás, illegális száj, szem és gondolat, mert rám a levegő is úgy nehezedik, mint csontodra a halál. Érzem terheit, akármilyen súlytalan. Lélegezhetem, már ki, nem elég itt ez a szabadság. Akárhogy is, de én itt nem érzem jól magam. Hát válaszolj! Számra nehezülő sejtéseimben ért tetten a tolvajt. Válasz szét a szívemben settenkedő és az odakünt ólálkodó idegbajt. Mondd meg, hogy mies, hogy meddig ér a lélek, hol a határa kint. Mondd meg, miféle félelem szorongatja szívem. Miféle ítélet feszül fölém, hogy étlen szomjan élek. Habár mégsem éhezem. Nem válaszolsz. Hallgatsz. Lassan hűlő futóárokba bújsz. Elsüllyedsz válasz nélkül. Csak katonaköpenyed. Az elmáló mezőt húzod magadra hiába fedezékül. Részgombjaid a csatos csillagok. Elárulnak úgy is. Le sem tagadhatod, úgy világít a szíved. Vagy ez a válasz, a hűség, hogy tehetetlen kifosztva is higgyek olyan szerelemben, mit nem jut senkinek.
Nem válaszolsz. Hallgatsz. De igazad van. Halott, még halandón úgy sem segít. Vagy csak úgy, mintha a világ szappanhabban mutogatná a maga törvényeit. Mint ahogy magamon én. Rajtam te sem segíthetsz. Csak hallgathatsz. Csak erőt adhatsz a hithez, ha az ész habozik. Mondjam a jót. A többi nem a dolgom. Nekem elég, ha kisajgom és kimondom, mire a csönd tanít. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. A ma esti fehérvári beszélgetésekben ismét a versünnep kapcsán érkeztek hozzám vendégek. Első körben Kis Viktóriával beszélgetek, akinek az előadásában láthattuk, hallhattuk Bella István Válasz nélkül című versét. Kedves Viktória, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat és eljöttél. Miért pont ezt a verset választottad? Hát úgy választok verset, hogy valamihez kötődik, és érzelmeket vált ki belőlem, és nagyon sok fajta érzelem feljött bennem ezzel a verssel kapcsolatban is. És miért szeretted volna ezt elmondani másoknak? Neked mit üzen ez a vers? Nekem azt üzeni, hogy a család a legfontosabb, akkor is, ha bárkit elvesztünk belőle, és nagyon szerettem én is a nagypapámat, amikor még élt, és hát kb. Ennyi. Köszönöm, hogy elmondtad. Te magad írsz verseket, vagy csak szavalsz? Írok egy párat, de nyilvánosságra nem nagyon hozom őket. Miért? Félnék a külvilág felől jött véleményektől, meg a negatív kritikától, ezért megtartom magamnak őket. Lehet, hogy egy szép napon majd aztán akár meg is mutatod. Jövőre vonatkozóan mi a terved? Szeretnél maradni az irodalom területén, vagy esetleg még nem tudod? Hát nem tudom, nagyon szeretnék a színjátszással is foglalkozni, meg ugye maradni így az irodalomnál, de nem ez lenne a fővonal. Egyébként játszol is színjátszó körben? 5 évig színjátszóztam, most jelenleg nem. És van ilyen irányú ambíciód akkor ezek Igen. szerint. Jó. Gyermekkorodban is szavaltál, mikor kezdődött neked ez? Hát már olyan nagyon szerettem a verseket, és mindig megtanultam a többiekét is, és a videókon mindig látszik, ahogy mondom mások versét, de elsőben volt az első szavaló versenyem. És akkor mi szeretnél lenni igazából? Ügyvéd. Ügyvéd. De megtartanád ezt a vonalat Igen. mellette. Most első éves vagy, egyébként a Láncos Kornél gimnázium 9. B osztályába jársz, tehát akkor nagy részt most neked kiteszi az érdeklődésedet az irodalom. Egyébként mik még a kedvenc tantárgyaid? Hát nagyon szeretem az angolt, ugye, meg rajzolni is nagyon szerettem, csak most művészetet tanulunk, ugye művészettörténelmet, meg nagyon szeretem a biológiát is. Hogy képzeled az életedet mondjuk 10 év múlva? Hát 10 év múlva szeretnék ugye egyetemre menni, meg ugye ezt a jogi pályát így vinni. Kint élni szeretnék egy kicsit, ha nem is teljes mértékben, de ez az elképzelésem. Hova szeretnél menni? Hollandiába. Ott Amsterdamba. Miért pont oda? Nem tudom, a szélmalmok, a tulipánok, az a sok víz, a virágpiacok, úgy minden úgy vonz, úgy. Április 6-án lesz a döntő. Hogy állsz a versenyhez? Pozitívan, ha mondhatok ilyet, a verseket már nézegettem, hogy mit szeretnék mondani. És már vannak elképzeléseim. Mire jutottál? Reményik Sándor versét szeretném mondani, de azt még nem tudom, hogy melyiket. És egyébként van egy másik verse, Petőfi Sándor Karácsonykor című verse. Ezt miért választottad? Hát ugye ez az a vers, amit már nagyon régóta mondok, így karácsonykor az általános iskolában is mondtam, és ez az, amiben biztos, hogy nem botlottam volna bele, ha nagyon izgultam volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert kívánok. Én köszönöm. Vörös Marti Mihály. Az emberek. Hallgassatok, ne szóljon a dal, most a világ beszél.
s megfagynak forró szárnyaikkal a zápor és a szél. Könyvzápor, melyet bánat hajt. Szél, melyet ember szív sohajt. Hiába minden. Szellem, bűn, erény. Nincsen remény. Hallátok a mesét? A népnek atyái voltanak, s amint atyáik vétkezének, ők úgy hullottanak. A megmaradt nép fölsüvölt törvényt, s a törvény újra ölt. Bukott a jó, tombolt a gazmerény. Nincsen remény. És jöttek a dicsők, hatalmas lábok törvény felett. Volt munka, pusztított a vas, s az ember kérkedett. S midőn dicsői vesztenek, bújában egymást marta meg. S a hír villám az ínség éjjelén. Nincsen remény. És hosszú béke van, s az ember rémítő szapora. Talán, hogy a dögvésznek egyszer dicsőbb legyen tora. Sovár szemmel néz ég felé, mert haj a föld, az nem övé. Néki a föld még sírnak is kemény. Nincsen remény. Mi dús a föld? S emberkezek még dúsabbá teszik azt. És mégis szerte dúl az ínség, s rút szolgaság nyomaszt. Így kell lenni. Vagy ha nem, miért oly idős egy ötrelem? Mi a kevés, erő vagy az erény? Nincsen remény. Istentelen frígy van közötted. Ész és rossz akarat. A butaság dühét növeszted, hogy lázítson hadat. S állat vagy ördög, dű vagy ész, bármelyik győz, az ember vész. Ez őrült sár. Ez Isten arcú lény. Nincsen remény. Az ember fáj a földnek. Oly sok harc, s béke év után a testvérgyűlölési átok virágzik homlokán. S midőn azt hinnők, hogy tanul. Nagyobb bűntforral állokul. Az emberfaj sárkány fog vetemény. Nincsen remény. Nincsen remény. Vörös Marti Mihály az Emberek című versét hallhattuk Csengely Márton előadásában, aki a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola 9. C osztályos tanulója. Márton, köszönjük, hogy eljöttél. Miért szereted ezt a verset? Miért ezt választottad? Ezt a verset már egyszer mondtam a Vörös Marti versenyen, és ott nagyon jól sikerült az előadása. Aztán így a versválasztással kapcsolatban több vers is szóba jött, de nem tudtam végül is dönteni, és akkor ezt már tudtam, közel volt már a verseny, és végül emellett döntöttem. Van egy ilyen irányú érdeklődésed a jövőben is, ezzel szeretnél foglalkozni? Tehát ez az a terület, ami a leginkább érdekel téged? Ez is nagyon érdekel, de még emellett sok minden érdekel, úgyhogy még a jövő titka, hogy mi leszek végül, vagy merre megyek. Engem meg az érdekel, hogy te ki vagy valójában, azon kívül, hogy nagyon szépen szavalsz. Mesélj egy kicsit magadról. Hát járok ezen kívül zenét tanulni zeneiskolában, a cimbalmozom, otthon pedig gitározom, amikor van rá egy kis időm. Aztán járok edzésre, tájfutok. Ezt 2 vagy 3 éve csinálom, és ezt is nagyon szeretem, bár most kevesebb idő jutott az edzésekre. Ugye a versünnep, meg a volt az Odüsszeia a színházban, abban is benne voltam, az is elvitte egy kicsit az időmet, de amint több időm lesz, szeretnék visszamenni megint az edzésekre gyakrabban. Tájfutás, az a tájékozódási futásnak a rövidítése. Egy térképen adott sorrendben be vannak jelölve pontok, és azt kell érinteni. Ez egy csipes, dugókás rendszerrel ellenőrzik, hogy ott voltál-e a pontnál. És akkor ez egyébként csapatban, vagy egyénileg?
csapat is van, meg egyéni is, de a csapat is, hát van olyan is, amikor együtt futnak hárman, igen. Tehát nagyjából nem tudod még, hogy mi szeretnél lenni, mert annyira sok oldalad van. Te mikor kezdted ezt a vers szavalást? Gyerekkorodban is volt ilyen irányú érdeklődésed, vagy most itt esetleg lett egy olyan tanárod a tanulmányaid során, aki megszerettette veled az irodalmat? Az általános iskola felső tagozatos tanárom szerettette meg nagyon velem az irodalmat, de már egyszer harmadikban megtetszett egy vers. Az volt az első, amit így nagyon szívesen mondtam, a Petőfi Sándor Előre című vers. De a későbbiekben azon kívül, hogy szívesen megtanultam a kötelező verseket szépen előadva, nem nagyon volt kapcsolatom a versekkel. Csak hetedikben és nyolcadikban indultam az általános iskolai szavalóversenyen, ha jól emlékszem, és a nyolcadikast azt meg is nyertem. Ezután volt a Vörös Marti verseny itt Fehérváron, azt is megnyertem, és utána pedig Válon volt egy szavalóverseny. Ott második lettem, és az első két helyezettnek volt az a díja, hogy a pesti versünnepen indulhatott, ahol pedig egy külön díj volt az, hogy a versünnep, vagy versünnep verstáborába elmehettem. Ami ugye nem teljesen normális, ugye, mert hogy csak középiskolások mehetnének, de szerencsés véletlen folytán ez így alakult. Április 6-án lesz a verseny. Hogy állsz hozzá? Milyen érzésekkel? Hát szeretnék minden jobb eredményt elérni, de már az is nagyon nagy élmény, hogy a döntőbe ugye bejutottam, és ez a verstábort is magával vonza, amit nagyon várok már. Meg egyébként ez a társaság is nagyon jó, akik bejutottak velem együtt. A mentorálást is nagyon várom, hogy milyen lesz egy színésszel együtt dolgozni. És hát nagyjából ennyi. Említetted, hogy szerepeltél az Odüsszeiában, vannak színészi ambícióid is? Igen, igen, vannak, mondhatjuk így. Esetleg itt a Vörös Marti Színházban, Székesfehérváron? Hát az is lehet, nem tudom még, hogy alakul. Azon kívül, hogy szereted az irodalmat, mit szeretsz még az iskolában? Mesélj egy kicsit magadról, mint diák. Osztálytársaidról szurkolnak neked? Tudnak róla? Igen, tudnak róla. Ugye előttük is minden verseny előtt előadtam a verseket, akkor nagyon tetszett nekik. Szerették, meg örülök is, hogy előttük is elmondhatom, mert nem ez a kinevetős, nem tudom milyen közösség, hanem tényleg egymást erősítjük és húzzuk mindenben, amiben tudjuk. Nagyon sok oldalú egyébként az osztályon van, aki japán tanul, vannak élsportolók, tényleg matekban nagyon erősek vannak. Kedvenc tantárgyaim a nyelvek, angolt és franciát tanulok, valamint a történelmet és a matekot is nagyon szeretem. Szóval tényleg minden oldalról egy kicsit. Akkor jó tanuló vagy. Érdeklődök. Hát most ez a fél év a többihez képest rosszabbul sikerült, de nem vészesen, végül is 4,2 volt most is az átlagom, úgyhogy. Az egész jó, igen. Ugye? Jó. Marci, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nagyon sok sikert kívánok a döntőben. Köszönöm. Köszönöm, hogy ismét velünk tartottak. Minden jót, viszontlátásra.